Köszönjük a segítséget! Hát, Levidor, segítsetek! Igen, nagyon jó! Ezeket a segítsünk ott, ahol tudunk. A Hévízi Futó és Fitness Egyesület adománya csalt mosolyt az Alaszentlászlói lakásotthonban élő gyermekek arcára. A településen lévő két gyermekotthonban 22-en nevelkednek gyermekvédelmi gondoskodásban. A Hévízi Egyesület pólókkal, érmekkel, különféle játékokkal és ruhákkal lepte meg az otthon lakóit. Úgy gondolom, hogy nincs annál nagyobb boldogság, mint hogy egy gyermek arcára mosolyt csaljunk. Ez nem lehet egy karácsony, vagy nem lehet csak egy karácsony, vagy egy alkalom, hogy ezt a mindennapokban meg kell valósítani. De nem kell, hogy ez egy tárgy legyen. Elég, hogyha csak megdicsérjük őket, csak mesélünk nekik, vagy csak egy jó szóval próbáljuk őket boldoggá tenni. A gyermekek nagy örömmel fogadták az adományokat, természetesen a pólók és az érmek is azonnal felkerültek rájuk. De a legjobban annak örültek, hogy az Egyesület megtalálta őket. Hát kaptunk pólót, édességeket, kürtös kalácsot ettünk. Az Egyesület nem titkolt célja volt még buzdítani arra mindenkit, hogy tegyünk a közösségünkért és azokért, akik egy kicsit is rászorulnak. Ezen kívül még egy meglepetést is terveznek a gyerekeknek. A gyerkőcöknek is ugyanúgy jár, ugyanúgy a sportolás öröme, mint ahogy például a futóversenyeinken ott vannak a gyerkőcök, úgyhogy a jövő évben megpróbáljuk őket mindenféleképpen megvendégelni nálunk, étkezésre, a futásra is, és megpróbáljuk őket a sportolásra és az egészséges életmódra nevelni. A Zalaszentlászlói lakásotthon szerencsére már sokan ismerik a megyében. A Zala megyei Gyermekvédelmi Központ intézményvezetője elmondta, rendkívül fontos az otthonban lakók számára az adományozók és a gyermekek közötti kapcsolat, amely kialakul ezeken a találkozásokon. Jó, hogy megtalálnak bennünket, mert a gyerekeink érzik azt, hogy számukra teljesen idegen embereknek is fontos az mindennapi életük, a mindennapi jólétük, vagy éppen az örömük és a bánatuk, mert azért ezeken az alkalmakon, amikor megjelennek az intézményeinkben különböző adományozók, akkor általában kialakul egy olyan személyes kapcsolat is, ami azért a jövőben is még ugyanilyen visszatalálás eredményez. Megyeszerte 15 lakásotthon működik, ahol a 0-tól 18 éves korú gyermekek gyermekvédelmi gondozásban élnek. Vannak utógondozói lakásotthonok is, ezekben 18 éves kortól akár 22 éves korig lakhatnak a rászoruló fiatalok. Az egyetemi tanulmányt folytató fiatal felnőttek akár 25 éves korig élhetnek az intézményrendszerben.